Fogtam valamit megint, mi lehet ez? Hoppá! Na sziasztok mindenki, itt van velünk két öcsém. Sziasztok! Ugye a mágneshorgászás.hu-tól kaptunk mágneseket, úgyhogy itt a stégen először a stég köré fogjuk leengedni a mágneseket, utána pedig beledobjuk, és kíváncsiak vagyunk, hogy oda is bedobjuk, kíváncsiak vagyunk, hogy mit fogunk fogni. Egyik nap ezt már kipróbáltuk, és fogtunk sört. Ugye a kupakját bilétát. Fogta meg, bilétát, ilyen etető kosarat fogtunk. Igen, bízunk benne, hogy sikeres lesz a kincsvadászat, úgyhogy én ide le is engedem, Ákos, te is leengedheted. Megnézzük, hogy milyen mély itt a víz. Na, várjál, mert úgy kéne, hogy megugyom. Oha, itt jó mély a víz. Ádi, bele ne essél a vízbe! Ilyenkor célszerű amúgy vödröt hozni, mert amit kifogunk, ugye azt nem dobjuk vissza, hanem egy vödörbe tesszük, és így tisztítjuk a vizeket is. Megvan az első fogásunk, ugye hát ha stég körül vagyunk, ki lehetett találni, hogy horog lesz az első fogásunk. Úgyhogy ez az első sikerélmény. Én fogtam valamit, érzem, valamit fogtam! Na? Megvan az első nagyobb fogás. Oppa! Oppa, oppa! Mi lehet ez? Megvan az első fogás, kedves nézők. Ez a nagy valami. Fogalmam sincs, hogy mi az, ilyenkor mindig meg kell majd tisztítani, aztán kiderül, hogy mi ez. De ez megvan. Következő fogásunk. Nem tudom, hogy mi ez. Nem á! Szike! Kérem szépen, kedves nézők. Hát nem mondom azt, hogy működik. De egy szike! Hát hihetetlen! Óriási, nagyon szuper! Úgyhogy ez a következő fogásom. Nagyon jó! Hogy örül magát? Nagyon jó! Nézzük, mit fogtam! Na nézzük, Ádi, fogtál valamit? Semmit. Várjál! Egy nagy semmit, Dani. Ó, fogtam! Na, mit fogtál, Ádi? Ezt. Az micsoda? Nem tudom, valami golyó. Golyó? Nagyon érdekes és izgalmas, mert tényleg bármit foghat az ember. Újabb fogás, egy szög. Itt azért el lehet lenni, kedves nézők, itt dobálgatni, mindig várni azt, hogy fogjon valamit az ember, úgyhogy nagyon izgalmas. Fogtam valamit megint, mi lehet ez? Hoppá! Fogtunk egy üres töltényt itt a stég alatt, fogalmam sincs, hogy mi van ráírva. Látja a kamera? Most megint. Nem tudom, hogy mennyire lehet kiolvasni. Ez egy üres töltény, nem tudom mióta lehet itt, biztos, hogy régóta. Hihetetlen, hogy mikre lehet bukkanni itt, tényleg. Na, mi van rajta? Mi van rajta? Hoppá! Hoppá, hoppá! Egy sörös kupak, kérem szépen. Rendben, vágjam. Nincs benne üzenet? Hát sajnos nincs benne üzenet. Tudod, az lenne erre a kupakra írva, kövesd a napot, hogy nincs látható. Igen. Én meg tovább léptem, kedves nézők, ma nem szöget fogtam, hanem csavart. Úgyhogy fejlődünk. Vivi is fogott valamit, nézzük, hogy mi az. Mi akadt a mágnesre? Van benne valami? Tele van? Hát ez egy üres konzerv. Ebből már nem eszünk. Úgy néz ki, hogy én is fogtam még egy konzervet. Meg egy kis szöget. Itt van. Ezek szerintem amúgy a horgászok miatt gondolom úgy, hogy ugye kukorica lehetett benne. Következő fogásunk ismét egy szög, de van rajta még valami, ami még hozzá... Hoppá! Hoppá, hoppá, hoppá! Egy sörös kupak, és itt még benne van a kód, amit fő kell tűteni, hogy milliómosok legyünk. PTLJYR9 talán. Jó, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt a kódot ma nem fogjuk fő tűteni. Vivi megint fogott valamit. Mi ez? Becabot? Vagy nem tudom. Mi ez? Ez hegyes. Ez micsoda? Nem az, hogy a leszúrod és a száknak. Tudod, hogy a halak ne menjenek el? Szerintem ez az, de ha a kedves nézők tudják, akkor szóljanak.
Nagyon érdekes. Az ezres évekből valami vadászott. Igen, úgy is néz ki. Ez ja. Mostani valami. Szerintem nagyon jól sikerült az első videó. Fogtunk szikét, rengeteg szöget, sörös kupakot. Ugye gondolom ezek kukoricás dobozok, vagy konzervek. Ez egy töltény. Az lehet, hogy valami támasztó, vagy fogalmam nincs, de nekem ez tetszik a legjobban. A Vivi a tó közepéről fogta meg. Úgyhogy nagyon izgalmas volt. Bízunk benne, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha legyen ebből egy sorozat, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Leírásban megtaláljátok a Mágnes Horgászásnak a Facebook csoportját. Aki oda csatlakozik, a leírásban lévő webshopba 10% kedvezményt kap. Úgyhogy köszönjük szépen nektek. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a Nagdájára. És ez egy nagyon jó kikapcsolódás, szórakozás és kincsvadászat. Meg tisztítjuk a vizet. Így van, ez is nagyon fontos, hogy tisztítjuk a vizet. Köszönjük szépen! Sziasztok!